Szegény kislány, ez nagyon fájni fog neked. Készülj fel! Nem tudja, hogy mire számíthat. Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és ez a videó a vízicsúszdákról fog szólni, és azon belül is a vízicsúszdás bakikról. Régen én amúgy baromira féltem a vízicsúszdákban, és már harmadszorra mondom itt az elmúlt 20 másodpercben, hogy vízicsúszda kb. Na mindegy, szóval vízicsúszda, valaki nyugodtan számolja. Na szóval az a lényeg, hogy én régen baromira féltem az ilyen hatalmas vízicsúszdáktól. Look at this dude! Wait till you see the... No. És nem ismertem lecsúszni rajtuk, és ha ti láttatok egy ilyen úszógumit, ami lejön a csúszdáról, ember nélkül, az hello, én voltam. Hogyan égesd be magad a videód első percében? Elek Robival köszönöm szépen, de gondolkozzunk csak pozitívan, ez még mindig jobb, mintha az első másodpercben égettem volna be magamat. Aztán lehet, hogy ez a videó után soha többé nem fogunk vízicsúszdákon lecsúszni, ki tudja? Igen, ezek az amatőr felvételek a legeslegporábbak, mindig azt már tudom. Na, ha ilyen fánk ment le ember nélkül, az voltam én, hello. Hogyan hoz vissza a gyerekkori sérelmeket, tudod? Azért az a gerincnek nem lehetett kellemes, csak nem tört el, vagy valami. Sőt, biztos nem. Már fene se tudja. Nem szól neki, hogy hello, vigyázz, vagy nem ordítod a legalább, tudod? Aha, egyre jobb, amikor nem akarsz menni akvaparkba, vagy valami, csináljuk meg otthon. Jó lesz, kis sufni tuning, tudod? Nem néz ki olyan bíztatóan ez az egész. Aha, és még ráadásul nagyot is csináltak. Nem jutott az úgy eszetekbe, vagy nem számoltatok utána, ott egy ilyen baromi nagy rámpa, azt a medencét mondjuk nem a rámpától 10 centire kéne rakni, hanem egy kicsikét messzebb. Elég víz a csúszdán, vagy mi? Aha, megint egy otthoni tákolt valami. Biztató, de ez, ahogy látom, nincs is bevizezve, vagy valami, és nem is folyik rajta víz. Legalább egy slaggot raktak volna oda, hogy úgy vízi csúszda legyen, érted? Ez a hátadat mennyire... És érted? Ott még talicska, szerszámok, fa, fém, meg minden. Ha talicskába így telibe beleesel vagy valami, és így átszúr téged, nem is akarok belegondolni. Nem is értem, hogy meg se fordul a fejükbe, hogy mi van a tovább megy. Akkor legalább pakoltak volna, mert ahogy látom, ott egy ilyen kis földkupac van a biztonság kedvéért. Szóval mert ők valamennyire elővigyázatosak voltak, de azért talicskát ott hagyni, meg minden. Az a baj, hogy én ezeken nevetett, aki videózta, az is, de én nem nevetek ezeken, vagyis jó, lehet majd nevetni fogok, vagy lehet, ma nevettem, nem tudom, de hogy én inkább az ő helyzetükbe beleképzelem ilyenkor magamat, és inkább én szenvedek velük együtt ilyenkor. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Mondd, hogy nem esel ki. Te, ez akkor para, ha csúszda ilyen, 20 méter magasan van, akkor mit csinálsz, honnan kiesel, akkor neked hello? Telibe állal. Na itt már megvan a taktika, figyelj, slag minden. Ez hogy jött össze? Hallottátok, hogy ez mekkorát roppan? Szerintem az telibe egy ilyen lábfejtörés volt ott. Mi volt itt az elképzelés? Miért volt ott a végén az a kuka? Az fog meg, vagy mi? Vagy azt kellett volna átugrania valahogy? Vagy nem értem. Egy forró csúszda testet amúgy így mennyire felhorzsolhatja? Nem akarom tudni, köszi. Jaj, a néni leesik?
Valakiben már volt olyan amúgy, hogy vízi csúszdázás közben lejött a fürdőruhája? Ez egyébként érdekel, szóval ha van valami kínos ciki sztorid, akkor azt mindenféleképpen várom, és el fogom olvasni, és ha nagyon kínos és nagyon gáz sztorid van, még be is szívezem, hogy majd többen lássák, tudod? Vagy várjál, figyelj, meséld azt, hogy egy barátoddal történt, és akkor köztünk marad, nyugi. Pedig érted, fú, jó ötletnek tűnt. Én nem is gondolnád, hogy ebből bármi rossz is kisülhet, tudod? Csak szépen lecsúszol. De nem. Miért van ott egy kerítés? Vagy ott nem kerítés van, csak én korlát? Ja, lehet az lesz az igazi. Nem bírom, és így végighúzta volna magát, tudod, én ott meghaltam volna. Dőd a csúszda! Ezek olyan gagyik, meg olyan rosszak, hogy már jók, érted? Na, nagypapi megindul! Húj! Na, segítettek azért neki. Ez tuti valami kolesz lehet. Telibe arccal. Figyelj! Az abban török mennek be kézzel egy ajtón. Arccal kell benyitni. Ez akkor jobban fájna nekem, ha ott egy pali állna. És így telibe... Á, nem akarom tudni, mi fog történni. Na, ilyen van valahol Magyarországon? Izé, backflip, minden, 360, nézd oda, dir-dur. Kis gerinctöréssel megspékelve. Így akarta, tudod, ilyenkor fel kell állni, semmi bajod nincs. Így akarta, milyen volt ez a mutatvány, jó mi? Tiszta parkour, meg minden. mellesleg nem úgy kell. Jaj, miért gondoltak, vagy miért néztetek oda? Piszkosak vagytok. Ez limbózási van ott, vagy mi? Van egy olyan érzésem, hogy ott lent nem jó ötlet lenni. Emmy, watch out, baby. Move, Emmy, your daddy's gonna hurt you. Hú, az a lendület azért. De mire számított? Hogy fut kétszer annyit, mint amennyi táv van még ott hátra, és akkor mire számít, hogy hova fog kerülni? Nem értem. Szegény kislány, ez nagyon fájni fog neked, készülj fel! Nem tudja, hogy mire számíthat. Szóval szerintem ezzel az utolsó videóval zárjuk is le ezt a videót. Remélem, hogy ezek után senki nem fog félni a vízicsúszdáktól, és ettől függetlenül ugyanúgy fogtok vízicsúszdázni. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban. Ha még esetleg nem tetted volna, mindenféleképpen nyomd be a csengőt, és akkor mindig értesülni fogsz a legújabb videóimról. Én Elek Robi voltam, majd találkozunk egy következő videómban, addig is szevasztok!